Adri, először is szívből gratulálok, hiszen kupadöntőbe vezetted a csapatot csapatkapitányként. Nyilván ilyenkor még nagy úr a csalódottság, de gondolom pár nap múlva azért rendkívül büszke leszel majd a csapatra. Hogy érzitek most magatokat? Köszönjük szépen, igen, nagyon nagy utat jártunk be, amíg eljutottunk idáig a stadionba. Muszáj összeszedni magunkban, hiszen szombaton ismételten az Etol lesz az ellenfelünk a bajnokságba. Reméljük, hogy elhozzuk 3 pontot, szóval fel a fejjel menni kell tovább. Nyilván a csalódottság most mindenkiben benne van, mindenki meg szerette volna nyerni, kupát jól lett volna magasban menni, de ez most is sikeredett. Sajnálom, hogy a végeredmény ez lett, hiszen az utolsó 10 percben azért csúnya lett a vége, de úgy gondolom, hogy addig nagyon, nagyon szépen küzdöttünk, csináltuk. Reménykedtem egy büntetőbe, vagy egy 11-es párbajba, de sajnos ez most ma így alakult. Ha kapitányként most bemész az öltözőbe, akkor nyilván csalódott arcokat fogsz látni, de mivel tudod bíztatni őket? Hiszen rendkívül fiatal csapatról van szó. Talán a mai nap folyamán még most mindenkire ráhagyom, hogy gondolkozhasson, saját magyar túltegye a dolgokon magát. Holnaptól, hogyha valakinek segítség kell, nyilvánvalóan ezt úgy is érzékelni fogjuk, tovább leddítjük közösen ezt a sikertelenséget idézőjelbe, és megyünk tovább.